A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, közeledik a felsőoktatási jelentkezések leadási határideje. Néhány hét áll már csak rendelkezésre, hogy kiválasszák a leendő hallgatók, hogy hova szeretnének tovább tanulni. Vendégeim a stúdióban Pogácsnik Mónika, az Óbudai Egyetem Alba-Régia Műszaki Karának oktatási dékán helyettese, és Kovács László, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektor helyettese. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Hát tényleg már csak néhány hét, és nyilván már azért a diákokban megvan a gondolat, hogy nagyjából merre szeretnének tovább tanulni, de hát most még jobban megismerhetik ezt a két egyetemet, ami itt Fehérváron működik. Mi a helyzet az Óbudai Egyetem Alba-Régia Műszaki Karával, milyen alapszakok állnak rendelkezésre? A Székesfehérváron az Óbudai Egyetemnek két kara is most már jelen van oktatásilag. Ugye az Alba-Régia Műszaki Kar műszaki képzéseket nyújt, legrégebb óta itt működő képzés a villamosmérnök képzésünk, aztán mérnökinformatikus, gépészmérnök, műszaki menedzser és földmérő, földrendező mérnöki alapszakra lehet hozzánk jönni. Ezen kívül ugye az Óbudai Egyetem másik karára, a gazdasági karra pedig gazdálkodás menedzsment szakra lehet jelentkezni az Óbudai Egyetemre. Ezek az alapszakjaink, de ezzel egyidejűleg pont ugyanúgy február 15-ig lehet jelentkezni a mesterszakokra is, és az elmúlt évben nagyon bővült nálunk, többféle mesterszak is van. Ugye eddig volt a mehatronika mesterszak, ami kifejezetten ugye a robotika területére van kiélezve. Ezen kívül most már mérnök informatika szakon is lehet mesterszakra jelentkezni hozzánk, geoinformatika mesterszakra, és ugye ahogy a gazdás szakok Fehérváron átkerültek az Óbudai Egyetemre, így sportközgazdász mesterszak is az Óbudai Egyetemen indul, ezekre is lehet jelentkezni február 15-ig. A Kodolányi János Egyetemen mi a helyzet, milyen kínálat van? Kezdeném talán az újdonsággal. Hát talán több mint 10 éve annak, hogy kommunikáció és média tudományképzést Fehérváron nem indítottunk, és jó hírem van. A következő rendes felvételi időszakban, tehát február 15-ével lehet jelentkezni kommunikáció és médiatudomány szakra ismét a Kodolányi Fehérvári helyszínére, levelező tagozatra, sőt, mi több állami finanszírozott helyeink is vannak ezen az alapszakunkon. Ez egy újdonság, és egyébként ugyanazt a 6 alapszakot kínáljuk, amit korábban is, tehát 3 gazdálkodás tudományi alapszakunk van. Ez a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus vendéglátás és az emberi erőforrások alapszak, ezek közgazdász alapszakok, és hasonlóan az Óbudai Egyetemhez nálunk is vannak mesterképzések, turizmus területén és vállalkozásfejlesztés területén kínálunk mesterképzést Székesfehérváron. A 3 klasszikus közgazdász alapszak mellett közösségszervező alapszakunk is van, ez bölcsészettudományi terület, szociális munka, társadalomtudományi terület, és hát a klasszikus jazz szakunk, az előadó művészeti szak zárja így a sort. Ez a kínálatunk jelenleg. Hogyha az egyes szakokat nézzük, akkor milyen jellegzetességek vannak mondjuk így az Óbudai Egyetemen? Ha az épületet nézzük, az előadásokat nézzük, a tanárokat nézzük, akkor milyen jellegzetességek vannak? Minden szaknak megvan a helyi specifikáció, a specializációja, és ez nagyon nagy mértékben a helyi ipar igényeihez alkalmazkodik. Tehát a székesfehérvári gépészmérnök képzésnek a specializációja folyamattechnika, ami azt jelenti, hogy már gépészmérnökként is, amikor a specializációra kerül a sor, nagyon sok robotikát, ipari robotikát tanulnak a diákok, és ami különleges, az ipari robotika laborunknak a felszereltsége, mert azt gondolom, hogy ez országos szinten kiemelkedő. Ezek a robotok, amik nálunk találhatók ilyen mennyiségben, és a diákjaink is nagyon-nagyon jól teljesítenek, büszkék vagyunk rá, hogy a mi hallgatóink második helyezettek lettek az Euroskills ipari robotika területén szervezett versenyében, tehát hogy nagyon-nagyon színvonalas a képzés ezen a területen. A villamosmérnök képzés a beépített, beágyazott rendszerekkel se specializálódik,
a műszaki menedzser képzés a minőségbiztosításra és a logisztikára, illetve mérnök informatikus képzés területén a felhőszolgáltatások, a big data analízis témakörére specializálódik a képzésünk. Földmérő, földrendező szakon pedig geoinformatika és földrendező specializációk érhetők el itt Székesfehérváron. Mi a helyzet a Kodolányi Egyetemmel? A mi esetünkben ezek az alapszakok és mesterszakok elvégezhetők munka mellett is, tehát levelező formában, illetve távoktatási formában is. Jó néhány szakunk duális képzési formában is végezhető, ami azt jelenti, hogy a hallgató a tanulmányi ideje alatt már munkát is végez. Tehát a céges kapcsolatrendszerek hasonlóan az Óbudai Egyetemhez nagyon gyakorlatorientáltá teszik ezeket a képzéseket. Mi a helyzet a felső oktatási továbbképzésekkel? Ugye vannak itt ilyen továbbképzési lehetőségek is mind a két egyetemen. Milyen lehetőségek vannak? Korábban úgy hívtuk, ugye, hogy szakmérnök képzések, tehát másoddiplomás képzések, most úgy hívják, hogy szakirányú továbbképzés. Ezek egy-másfél éves képzések, és ezek a képzések már nagyon specifikusak, tehát kifejezetten valamelyik speciális szakterületre irányulnak, diplomára épülnek. Ilyen például az ipari robotika szakmérnök képzésünk, ez most keresztfél évben, február elejétől is indult, tehát most is lehet rá jelentkezni. Az a különbség, hogy a szakirányú továbbképzésekre nem a felvi.hu-n kell jelentkezni, mint az összes többi képzésre, hanem hogy az egyetem honlapján található a jelentkezési felület, egy online felület, és itt kell bejelentkezni. Ezen kívül precíziós agrárgazdálkodás, pilóta nélküli légijármű üzemeltetés, szakirányi továbbképzésünkben ugye ez a drónos képzésnek is hívjuk, tehát a drónok üzemeltetéséhez kapcsolódó képzés, aztán szervezetfejlesztő tréner képzésünk, tehát ezek mindegyik indul majd szeptembertől, de most keresztfélében az ipari robotika képzés. Tehát erre már most lehet úgy jelentkezni, hogy már a második fél évben elindul. Mi a tanár továbbképzésben vagyunk jelen elég nagy súllyal. A közoktatási vezetőképzésünk az évek óta töretlen népszerűségnek örvend, de ehhez kapcsolódik a mentorpedagógus képzés, tehát ez a humán terület, ami erősségünk a szakirányú továbbképzések területén. Ezek a képzések egyébként nálunk online zajlanak ebben a műfajban továbbra is. Mekkora létszámmal működnek most jelen pillanatban, és hát mik a tervek így majd a leendő hallgatókat nézve? Maga a kar létszáma közel 1000 fő. Ugye itt nálunk is vannak nappali, levelező tagozaton tanuló diákok, és a jövőben ennek a továbbfejlesztését tervezzük természetesen. Az egyetem bővült infrastruktúra tekintetében is, ugye eddig a Budai út 45 alatt, illetve a Piros-Alma utcában voltak a kampuszaink. Most a Budai út 43-ban, ahol a Corvinus épületek voltak, ezek átkerültek az Óbudai Egyetemhez, itt további két nagyon modern infrastruktúrával bővült az Óbudai Egyetem, illetve a jövőben ugyanezen a területen kerül megvalósításra a Science Parkja, a mechatronikai Science Parkja az Óbudai Egyetemnek, egy nagyon komoly beruházás, úgyhogy itt egy nagyon nagy fejlődés várható az eljövendő időben, illetve már most is tulajdonképpen ez a fajta fejlődés, hogy egyre bővül az infrastruktúra, és egyre több diák tanul nálunk. Összességében a fehérvári hallgatói létszámunk, beleértve a szakirányú továbbképzéses hallgatókat is, nagyjából egy olyan 600 főre tehető, a nappali tagozatos létszámot szeretnénk növelni. Ők most jelenleg kb. 140-en vannak Fehérváron, de talán nem titok, hogy az iskolánk fenntartójában tulajdonos váltás történt. A Kodolányi Fenntartó ZRT tulajdonosi köre 1000 szállal kötődik a régióhoz és Székesfehérvárhoz. És az egyetem fenntartójának az a stratégiája, hogy Székesfehérvár képzési helyszínt erősítse, és ahogy az előbb is említettem, hogy az állami finanszírozott helyek számát tekintve is Székesfehérvár élvez elsőbséget, tehát mi azt gondoljuk, azt szeretnénk, hogy a nappali tagozatos létszámunk is bővüljön a következő felvételi időszakban. Mennyire magasak a ponthatárok így a két egyetemen, mondjuk az egyes szakokat nézve, tehát hogy ha egy kicsit így lehetne mondani, hogy mi az, ami nagyon magas pontszám, mi az, ami kevésbé magas pontszám, és hogy
Nyilván ezt majd a felvételizőknél lehet látni, hogy most emelni kell-e a ponthatáron, vagy pedig lejjebb szállítani, de hogy mi a helyzet most így? Ez a ponthatár történet ez nagyon érdekes most ebbe az új felvételi rendszerben, ugyanis az egyetemek eldönthették, hogy egyáltalán meghatározhatnak-e minimum pontszámot, tehát sok egyetem úgy döntött, hogy nem akar meghatározni minimum pontszámot, hanem a felvételi alapján majd később eldönti, hogy mi az a pontszám, amivel felvesz hallgatókat. Nálunk van egy minimum pontszám, ami alatt nem veszünk fel hallgatót. Ez a minimum pontszám, ez 240 pont, és ennek az az oka, hogy a pontszámítási rendszer teljesen megváltozik a tavalyhoz képest. Ugyanis eddig az emelt szintű érettségért és a középszintű érettségért ugyanúgy meg lehetett kapni a 100 pontot, ha valaki 100%-os felvételit írt, viszont mostantól kezdve a középszintű érettséginek, ha 100%-os lesz, aki annak a 75%-át tudja pontban érvényesíteni. Tehát összességében nem azért lesznek most jóval alacsonyabbak a pontok a következő felvételi rendszerben, vagy a felvételi évben, mert hogy jóval gyengébbek a diákok, hanem azért, mert hogy másképp kell számolni a pontokat, és ez mondjuk nehéz is teszi az összevetést a tavalyival kapcsolatban. Úgyhogy nálunk van ilyen minimum pontszám, és amivel még szintén azt akarjuk elősegíteni, hogy a színvonal megmaradjon ilyen magasnak, mint most is, hogy egy emelt szintű érettségit minden szakunkon kérünk. Kivétel egy alapszak a földmérő földrendező mérnöki alapszak, itt nem kell emelt szintű érettségi, de az összes többi mérnök és gazdasági szakon egy tárgyból emelt szintű érettségit kérünk a felvételizőktől. Mi a helyzet a Katalányin? Mi más logika szerint készülünk erre a tényleg gyökeresen megváltozó felvételi rendszerre. Nagyon régen az egyetemek felvételiztethettek, tehát személyes kapcsolatba kerülhettek a hallgatókkal. Mi ezt szeretnénk megújítani, nem klasszikus felvételivel, mi egy motivációs levelet szeretnénk kérni a hallgatóktól, és az intézményi pontszámot, ezt a bizonyos 100 pontot, amit minden egyetem saját jogkörben megadhat a jelentkezőknek, a motiváció elsősorban a motivációs levél alapján szeretnénk meghatározni. Az volt korábban a tapasztalatunk, hogy az nagyon fontos, hogy ismerjenek meg bennünket a jelentkezők, és mi is ismerjük meg őket. Ennek van még egy olyan alfejezete, hogy ha a motivációs levél nem sikerül annyira jól, akkor mi egy szóbeli felvételit is tervezünk, egy szóbeli motivációs elbeszélgetést, hiszen azt szeretnénk tudni, hogy az a hallgató valóban odavaló-e hozzánk, érdemes-e erre a szakra járnia. Mi nem ragaszkodunk az előzetes ponthatárokhoz, és az emelt szintű érettségihez sem. Ez az első ilyen év, amikor próbálkozunk egy új stratégiával, tehát más logikát követett a Kodolányi. De akkor ez valószínűleg ezzel az új érettségi rendszerhez kötődően változhat, ugye? Tehát, hogy kicsit ugye, nekem még egy kicsit én értelmezhetetlen ez az új rendszer, amiben nekem most fog érettségizni majd a lányom, és még nem igazán látjuk, hogy most akkor hogy fog összeállni tényleg neki az a sok-sok pont, ami majd fog neki kelleni. Ami ugye nehéz szülőként, meg diákként is, hogy most minden egyetem dönthetett egy csomó mindenről, tehát nem egységes. Például erről a 100 pontról is. Az Óbudai Egyetemen is ugye meghatároztuk, hogy miért lehet pontokat kapni. Van az Óbudai Egyetem felvételizőknek készített tájékoztató oldalán egy ilyen pontszámító kalkulátor is, hogy segítsük a hozzánk jelentkezni tervezőket, hogy hogyan kalkuláljanak, milyen ponttal számolhatnak. Én nagyon javaslom, egyébként a felvi.hu-n is van egy ilyen pontszámító kalkulátor, de nekünk az oldalunkon kifejezetten ezekre a pluszpontokra kiélezve is van egy ilyen. Úgyhogy ezt érdemes kipróbálni, mert akkor az azért segít abban, az könnyebbé teszi, hogy az ember mégis belője, hogy hány pontra számíthat, hogy mennyi pontja lesz ebben az új rendszerben. Hiszen hasonló dolgokért lehet kapni pontot, csak mégis teljesen máshogy. Tehát ugyanúgy lehet kapni a nyelvvizsgáért pluszpontot, az emelt szintű érettségért, de ezen kívül még rengeteg mindenért lehet kapni pluszpontot, úgyhogy érdemes itt ez alapján is tájékozódni. Ezt javaslom szülőként is, önnek is, hogy az egyetemek honlapjait érdemes megnézni, és a felvének az adott intézmény felvételi információt végigböngészgetni. Nagyon jó, informatív, de érdemes elmélyülni ebben. Mi egyébként azt is tervezzük, hogy középiskolákba megyünk, és elmondjuk a diákoknak, tanároknak azt, hogy is működik az új felvételi rendszer. Nem csak a Kodolányin, azért hiányzik még ez a tudás, ahogy ön is jelezte, hogy egy kicsit még szeretne informálódni a lánya miatt is.
Hát igen, még ez egy teljesen új dolog. Mik a népszerű szakok egyébként az egyetemeiken? Mik a legnépszerűbb szakok, amire azért tényleg az ország bármely területéről ide látogatnak? Jó, mondjuk a Kodány kicsit ilyen speciálisabb azért. Az Óbuda Egyetemnek az a szakja, amire tényleg országosan mindenhol honnan érkeznek diákok, leginkább az a földmérő és földrendező mérnöki alapszakunk, mert ez tényleg országos beiskolázású, ez egy nagyon fehérvári specifikum, úgymond ez a képzés, tehát hogy akik itt végeztek, itt tanultak, akik földmérők lettek, most már máshol is van ilyen képzés, de nagyrészt fehérváriak, Fehérvárhoz kötődnek, tehát az egész országban mindenhol megtalálhatók, akik itt végeztek. Ezen kívül a többi mérnöki szakjainkra azért jönnek különböző régiókból, mert itt a duális képzés nagyon különleges, ugyanis sok egyetemen van duális képzés, de mi elmondhatjuk, hogy a nappali tagozatos hallgatóinknak a mérnöki szakon 80%-uk duális képzésben van. Tehát, hogy aki duális képzésben szeretne lenni, az biztos fog találni egy gyakorlati helyet. Több helyre is lehet menni, jelentkezni duális képzésbe, és nyilván a cégek döntik el, hogy kit választanak ki. De ez egy nagyon jó lehetőség, tehát emiatt nagyon vonzó az egyetemünk országos szinten is, hiszen aki ide jön tanulni, az tulajdonképpen már az egyetemi megkezdésével együtt egy jövőképet, egy életpályát láthat maga előtt, és hogyha jól csinálja a dolgát, akkor azon a gyakorlati helyen valószínűleg ott fogják tartani, hogy maradjon ott munkatársnak, tehát a jövőbeli munkahelyét is már megtalálhatja ezáltal. A Kodolányi esetében unikum, ugye az előadóművész szak, ez van több helyen az országban, de azt hiszem, hogy talán ez a legerősebb popzenei irányultságú jazz képzés, szemben mondjuk a Zeneakadémiai képzéssel, tehát ez mindenképpen országos vonzerőt jelent. A mi szerepünk Székesfehérván, ugye a Kodolányi Budapesten is, és Orosházán is jelen van, sokkal inkább regionális és városi jellegű, és ezt is szeretnénk továbbra is erősíteni. Tehát ugyanazokat a klasszikus közgazdász szakokat, vagy éppen közösségszervező szakokat helyben kínáljuk. Nem kell elutazni, nem kell albérletet fizetni, a nagyvárosi költségeket és esetleg bizonytalanságokat is megélni. Fehérvár egy családias hely ilyen szempontból, és mint felsőoktatási célterület abszolút vonzó. Én most ezt itt a régió alatt még akár a Balaton környékét is értem. Már a 90-es években is ez volt a Kodolányi erőssége, és továbbra is ezt szeretnénk itt most erőteljesebben hangsúlyozni, a regionális és városi szerepet. Mind a két egyetemnek van kapcsolata a középiskolával, ugye a Kodolányinak a Kodolányi középiskolával, az Óbudai Egyetemnek pedig a Széchenyivel. Miért olyan fontos, hogy legyenek ilyen közös munkák, kapcsolatok? Fontos az, hogy a fiataloknak egy teljes életpályát tudjunk felmutatni. Ennek kapcsán indult az okleveles technikus képzés, ami közös képzés a Széchenyi Technikummal, Széchenyi Technikum és az Óbudai Egyetem között. Ez azt jelenti, hogy aki ott megkezdi a tanulmányát ezen az okleveles technikus képzésen, az megfelelő teljesítmény esetén tulajdonképpen folyamatban bekerülhet az Óbudai Egyetemnek, tehát egyeztettük a tanterveket, bizonyos tárgyak elismerésre kerülnek, amit már technikus képzésben megtanulnak, nem kell újra tanulni az egyetemen. Most a villamosmérnök képzés esetén indul szintén okleveles technikus képzés, ezen kívül földmérő és földrendező képzése meg a JÁKI-ból. Tehát ott indul okleves technikus képzés, ahonnan aztán lehet folytatni a képzést az Óbudai Egyetemen, illetve a gazdasági képzésünk pedig az Első István technikummal készíti éppen most ezt a közös programot arra, hogy az Óbudai Egyetemmel együttműködve elindítsa az okleveles technikus képzését. És ez tulajdonképpen lehet egy duális mintaprojekt is, hiszen a duális képzésüket a technikus képzés során megkezdik egy vállalatnál, ugyanezt folytathatják az egyetemen is. Tehát tulajdonképpen egy teljes tanulmányok alatt átívelő duális képzésben vehetnek részt. Hát ugye a Kodolányi Egyetem a fenntartója a középiskolának, a Kodolányi Gimnáziumnak. A két intézmény ezer szállal kapcsolódik össze. Hát, hogy csak egy ilyen tényt említsem, a jelenlegi vezetője a gimnáziumnak, az én tanítványom volt, az oktatók nagy része
volt Kodolány is tanárszakon végeztek, vagy éppen a közoktatási vezetőképzést végezték el náluk, és talán ennek is köszönhető, hogy ez a középiskola, ugye a magánközépiskolák rangsorában nagyon előkelő helyet szerzett, úgyhogy országos szinten is egy magas szinten jegyzett középiskoláról beszélünk. További járulékos előnye ennek a kapcsolatnak, hogy mi az egyetemi oktatók napi kapcsolatban vagyunk középiskolával, ismerjük a középiskolásokat, tudjuk, hogy hogyan reagálnak, hogyan élnek, és például az előbbi felvetésem is a motivációs levél is erre a tapasztalatra épül részben, hogy érdemes őket személyesen megismerni. A diákok ezt szeretik, és mi is preferáljuk azt, amikor van információnk jelentkezőről. Tehát ezek a tapasztalatok mindkét intézménynek hasznot hajtanak, úgyhogy. Ugye beszélt ön már így a duális képzés fontosságáról, a duális képzésről. Milyen partnerek vannak itt Fehérváron, akikkel kapcsolatban állnak? Nem tudom, hogy a Kodolánynak is van-e duális partnere itt Fehérváron, mert annyira nem tudom. Meg hogy itt van-e duális képzés az egyetemen? Inkább ezek országos cégek, amelyeknek van Fehérváron is irodájuk, tehát nem annyira jellemző, hogy kifejezetten fehérvári cégek a duális partnereink. Nohoda Egyetemnek szinte minden nagyobb fehérvári céggel, de kisebb vállalkozásokkal is van kapcsolata, tehát kis és közepes vállalkozásokkal is. Nagyon jól működő, és sok diákot foglalkoztat a Harman, a Videotonban, a Kindrillben nagyon sok diákunk van, és pont, hogy ezt a három céget azért is említem, mert ennek a duális képzésen belüli együttműködés nagyon sok pozitívot hozott az egyetemi életben is, ugyanis ezek a cégek az egyetemen is megjelentek ilyen külső kihelyezett tanszékként együttműködésben az Óbudai Egyetemmel, és hogy nagyon aktuális tudásra tehessenek szert azok a diákok is, nem csak a duális hallgatók, hanem mindenki. Tehát bizonyos tantárgyaknak ezek a kihelyezett tanszékek a gazdái, és a szakemberek oktatják a hallgatóinkat. Tehát ez is elősegítve azt, amit célul tűztünk, és ami mindig is fémjelezte az Óbudai Egyetem képzéseit, hogy nagyon gyakorlatorientált, és nagyon aktuális tudást szeretnénk a diákoknak átadni. Igen, nagyon hasonló példa ehhez az Echo Network civil központtal való együttműködésünk. Nálunk a szociális munka területén van például szintén egy ilyen típusú duális együttműködés, úgyhogy ezek jól működnek. Hányadik évtől lehet valaki duális hallgató, és hogyan lehet valaki duális hallgató? Hát leginkább azt szeretnénk, hogyha már rögtön az elejétől duális hallgatók legyenek, de egyébként éppen most jött ki a módosítása a duális képzéssel kapcsolatos szabályozásnak, és mostantól már nem csak nappal is, hanem levelezős hallgató is lehet duális hallgató, sőt, elegendő, hogyha csak a képzés 50%-ában van duális képzésben a diák, tehát nem muszáj az első fél évtől. Nálunk azért a diákok többsége már így kezdi meg a tanulmányait, és tulajdonképpen azért is tartják fontosnak a cégek, hogy már az elején kiválasszák a diákokat, mert a legmotiváltabb, legtudatosabb diákok már tudják az elejétől fogva, hogy mit szeretnének, és azt gondolom, hogy egyébként ez hosszú távon is nagyon kifizetődik, vagy gyümölcsöző lesz mind a két fél számára, sőt az egyetem számára is, ugyanis ezek a diákok teljesen sokkal motiváltabbak, sokkal jobban értik, hogy miért tanulnak valamit, tehát hogy kapcsolódik az egyetemen tanul dolog, a való életben tapasztal dologgal, tehát sokkal könnyebben megértik az összefüggéseket, sokkal kevésbé egy magolásról van szó, hanem sokkal inkább látják, hogy minek mi az értelme, mivel függ össze. Tehát a kutatásaink is kimutatták, hogy sokkal jobb eredménnyel végeznek azok a diákok, akik duális gyakorlaton voltak. Sokkal jobb szakdolgozatok születnek, sokkal jobb eredménnyel záróvizsgáztak például. Összességében átlagban nyilván a nem duális hallgatók között is vannak kiemelkedők, de ha az átlagot nézzük, akkor a duális hallgatóknak sokkal jobbak az eredményei. És ugye sokszor a szakdolgozat témája kapcsolódik is az adott munkahelyhez, tehát rögtön fejlesztő munkát végez a hallgató. Ez számos előnye van, így van. Mi a helyzet az ösztöndíjakkal, az ösztöndíjrendszerrel az egyetemeken? Hát, hogyha valaki jól tanul, az egy gyümölcsöző jó dolog. Tehát lehet pénzt keresni a jó tanulással, úgymond. Éppen a nyílt napunkon bemutatott díjasorunkban is van egy díja, amiben kb. 400 ezer körüli nettó fizetést elérhet egy jó tanuló. Egyrészt, ha duális képzésben van, akkor mindig a minimálbér 65%-át kapja, ami most már 175 ezer forint fölött van.
Tehát ezt minden hallgató megkapja. És ugye van az úgynevezett tanulmányi ösztöndíj, ami ugye a tanulmányi eredményhez kötődik, ez 45 ezer forint a felső határa, és vannak kiemelt ösztöndíjak, ugye a UNKP ösztöndíj, illetve az NFÖ, ez a felsőoktatási, nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, illetve kiemelném a Székesfehérvár város ösztöndíját, amit Fehérvár hirdet meg, és mindenfél éve pályázhatnak rá hallgatók. Tehát aki igazán jól tanul, aki a befektet energiát, az már egyetemista korában is elég jól keres, és úgymond önfenntartóvá válhat, tehát hogy nem majd tandíjat kell fizetnie, hanem a saját, hogy mondjam, létét már teljes egészében tudja finanszírozni ezekből az ösztöndíjakból. A mi esetünkben a legfontosabb változás az a költségtérítéses szakok mellett az állami finanszírozott hallgatói helyek megjelenése a Kodolányi életében. Ez 2012 óta nem volt jellemző ránk, ugye magánegyetemként nem voltunk rá jogosultak, viszont ettől az évtől 500 államilag finanszírozott helyet kapott az egyetemünk, ami a magánok között az egyik legmagasabb szám. És ahogy az előbb említettem, Székesfehérvár mint képzési helyszín kapja átlagolva vagy súlyozva a nagyobb hallgatói létszámot az állami finanszírozott hallgatói helyek tekintetében, mert ezt a képzési helyszínt szeretnénk erősíteni. Úgyhogy ez most számunkra egy nagyon nagy előrelépés. Nincs minden szakunkon egyébként állami finanszírozott lehetőség, de a fehérvári szakjainkon van, méghozzá levelező képzésben is lehet kvázi ingyen, tehát állami finanszírozás keretében tanulni a Kodon. Mi a helyzet a külföldi tanulási lehetőségekkel az egyes egyetemeken? Az Óbuda Egyetem támogatja, hogy a diákjai külföldre menjenek, kiemelkedően, sőt a tantervekbe ilyen mobility window is bekerült, hogy legyen egy olyan fél év, amikor ki tudnak menni a diákok külföldre, tapasztalatot gyűjteni, nyelvet gyakorolni, nemzetközi kultúrában egy kicsit elmélyülni, és azokat a kint végzett időszakokat, ugye kreditileg elismerjük az ott szerzett krediteket. Az Óbudai Egyetem azon kívül, hogy ugye állami támogatás is van a kiutazásra, még az Óbudai Egyetem pluszban támogatja a hallgatóit egy plusz összeggel ebben a kiutazásban, tehát hogy számunkra nagyon fontos, hogy a diákok nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Mi ugye nem vagyunk modellváltó egyetem, tehát bennünket az Erasmus programmal kapcsolatos problémák nem érintenek, tehát teljes joggal veszünk részt az Erasmus mobilitásban, hallgatói és oktatói mobilitásban egyaránt. Tehát minden kodolányi is hallgató, aki szeretne Erasmus programban részt venni, az teljes bizonyossággal részt vehet a programban egy fél évre. Egyébként tehát Európán kívüli kiutazási lehetőségeink is vannak, meg beutazó hallgatók is. Most van nálunk egy mongol csoport, egy hónapon belül érkezik egy japán csoport, van hallgatónk Japánban, van hallgatónk Portugáliában. Ezen a területen a Kodolányi azt gondolom, hogy ilyen létszámarányosan mindenképpen élen jár a magyar felsőoktatásban. Ugye itt már volt szó arról, hogy milyen fejlesztések voltak így az Óbuda Egyetemen, és hát azért változás volt, ugye a Kodolányi fenntartó ugye változott. Hová költöztek, hol vannak most a hallgatók? A fehérvári hallgatók most a Rákóczi utca 25 szám alatt tanulhatnak. Ezt a fehérváriak talán technikaházaként ismerik. Egészen közel van a városközponthoz, a pályaudvarról is jól megközelíthető, és egy nagyon érdekes építészeti produktum azért a technikaháza ezek az üvegstruktúrákkal. Tehát egy nagyon modern helyre várjuk a hallgatókat, ott van egy színházterem is. És egyébként ugye az új tulajdonosi körhöz kapcsolódik a titkokháza is, ami egy élményközpont, tehát a hallgatók egy egészen más térbe kerülnek ez által. És azt gondolom, hogy ez tartalmi változást is
előidéz majd. Abban gondolkodunk, hogy az üzemmérnök informatikus B-prof szakunkat is kínáljuk majd Fehérváron, középtávú tervek ezek. Pontosan emiatt a technikához való kötődése miatt az egyik tulajdonosi körnek és a technikaháza előéletéhez is kapcsolódna ez a fejlesztés. Ugye az Óbudai Egyetem most így a Corvinusnak a régi épületét is megkapta. Mi a helyzet így most a kollégiummal? Tehát kollégiumi helyek azok vannak, vagy lesznek? Igen, ugye van a Hosszúséta téren a úgynevezett geokollégiumunk, és ugyanígy a régi Corvinus épület, most már Óbudai Egyetem épület, a Budai út 43 alatt, ott az első épület úgy hívjuk egy S-épület, mert a Science szónak a betűjeivel lesznek elnevezve az épületek, tehát az első épület, a Science szó első betűje S-épület, és ennek az emeletén, a legfelső szintjén van szintén kollégium, tehát ez is az Óbudai Egyetemhez került. Nálunk nem szokott gond lenni a kollégium, mert tényleg minden hallgató, aki szeretne kollégiumot, az tud kollégiumhoz jutni, még a helybeli kollégisták is, tehát hogyha valaki szeretne egy kicsit önállósulni, és az egyetemi évei alatt a diákokkal együtt lakni, kollégiumi életet megtapasztalni, még a székesfehérváriak is pályázhatnak kollégiumi helyre. A Kodolányinak van esetleg kollégiuma, vagy valahol, amit tud biztosítani? Nagyon jó együttműködés keretében a Kodolány és kollégisták is a geokollégiumban kaptak szállást, úgyhogy egy együttműködési keretszerződést kötöttünk az Óbudai Egyetemnél, úgyhogy... Ugyanarról a geokollégiumról beszélünk egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak, és egy picit jobban megismerhettük, újra átnézhettük, hogy hogyan is működik a két intézmény. Köszönjük szépen, és szerintem segítettünk is valószínűleg a leendő hallgatóknak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a köztérnek a vendége volt Pogácsnik Mónika, az Óbudai Egyetem Albarégia Műszaki Karának oktatási dékán helyettese, és Kovács László, a Kodolány János Egyetem oktatási rektor helyettese. A felvételiről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.